Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Azért vagyunk ma itt, hogy tisztán lássunk az évtized botrányában. Független vizsgálatot követelünk az EU-s intézmények által, mivel a hazai intézményrendszer leszerepelt az elmúlt egy évben a NAP botrány során. Az az ember, aki beismerte, hogy őt nyitották ki korrupciós tevékenység miatt, még mindig a helyén van. Kap tőlünk egy hetet, Ida Ildikó, Somos Katalin, Dávia Marianna és Csillag Dezsődé, hogy a nyilvánosság előtt a négy szemébe nézve lemondjon. Feltétlenül fontos lenne mindenkinek, aki tönkre teszi ezt a hazát jelezni, elmészte a picsába. A tisztesség ebben az adórendszerben versenyhátrányt jelent. Olyan adórendszert akarunk, ahol a vállalkozásokat terhelő adók kigazdálkodhatóak. Indulatos minden nagyon adóztatott polgárba azt hallja, az adóhatóság fegyverré vált a kormány kezében, de nem áll az adócsalók elleni fegyverré, hanem védelmi pénzeket behajtó, fenyegető baseballütővé. A korrupció nagyság és az egész állami bűnügyek látható megnyilvánulása, földügyek, trafikügyek, adóügyek, EU-s pályázatok, önmagában is a legveszélyesebbnek tekinteni az ország jövőjében. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Work hard, play hard, you know us. Viva la vida, fuck yeah, we no trust. Eldobok egy 250 ezeres bankot. 8 másodpercenként. Ennyi pénzt vesznek ki a zsebünkből. 8 másodpercenként. A dámacsaló, hagyjátok el! És az adóhivatal az állampolgárok alkalmazottja, és azért alkalmazzuk őket, és azért választjuk meg őket, hogy a pénzünket, amit befizetünk, az adókat, amit befizetünk, arra költsék, hogy működjön ez a társadalom, hogy ne érhezzenek gyerekek, hogy ne menjenek tönkre települések, hogy működjön az egészségügy, és nem azért, hogy medencéket emeljenek. Akkor van. Bűnözőnek nem adózunk. Az is én adózunk, az is jó. Szexiset is kérek. Olyat is kérek. Munkatársaimmal együtt pontosan egy éve próbáltam még átverni a közvéleményt egy kontroverzió vizsgálattal. Semmibe tudja az általán leütés kívánossága hozott, és sokkal dolgozó által is ismert tényeket egy diszkriminatív ellenőrzési rendszerről. Mindent rendben találtunk. Vette régen még az akkori vizsgálatot, minapi nyilatkozatára. Fidesz mafia! Fidesz mafia! Fidesz mafia! Megszüntették a kérelt adózó figyelmeztetőságán belül működik azon szervezeti egységet, amelyek feladatkörre a határokon átnyúló szervezet áthatolások felderítése volt. Feljelentést tett a közérdekű bejelentő ellen, megnyitva az utat a nála tett házkutatáshoz. Néhány hónapban a sokak által ismert átlátszó nevű hírportált is feljelentették. Bűnük az volt, hogy túl sokat foglalkoztak a napotrányra. A korrupciós bejelentéseket, jelzéseket a kormányzat kéveszöki, a feljelentéseket a nyomozásokról hallgat, a politikailag motivált bűnözetés és szervezet rendszer pedig eredménytelen. Bűnözetnek nem adózunk, hely! Összefogunk, megtisztunk, vagy trágyadon leszünk, mi teljesen